rendkívül fontos szó talán a hazaszeretet. Egy olyan országban élünk, ahol nagyon sok külföldi vendéggel és természetesen belföldi turistával is találkozunk, és azokat az élményeket, amiket mi magunk is megtapasztaltunk esetleg gyerekkorunkban, vagy megtapasztalunk utazásaink során, azokat csak akkor tudjuk igazán jól átélni, és igazán befogadni, vagy átadni magunkat, hogyha emberekkel összekapcsolódunk, hogyha személyesen találkozunk emberekkel. A bor területén, illetve a borturizmusban ugyanez van. Én munkám során rengeteg borászattal, borászképviselővel találkozom, borászokkal, illetve tulajdonosokkal, és nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki velük. Éreztem a kapcsolódások során, hogy az, amit csinálnak, az szeretettel végzik. És van benne valami egészen erős természetesség az ő hozzáállásukba és az ő munkásságukba. És ezt a természetességet, ezt az értéket, ezt nem lehet úgy átadni másnak, hogyha őket, magukat nem mutatjuk meg a világnak. Ezért nagyon fontos az, hogy mi megmutassuk az arcokat, beszéljünk az emberekről, beszéljünk a borászokról, akik a saját történetüket személyesen tudják legjobban átadni. Ez, amit mi is igazán meg tudunk fogni és kommunikálni tudunk az emberekkel. Két dolog volt, ami számunkra nagyon fontos volt az MTÜ-nél, a Magyar Bor márkája üzenete szempontjából. Egyik a hitelesség, hogy egy hiteles történet legyen, a másik pedig az egyediség, hogy valami olyasmit meséljünk el a világnak, amiben mi tényleg a legjobbak lehetünk. És pontosan ezért az emberközpontúság, a magyar ember vendégszeretete, azok a kommunikációs elemek, amik ezt előtérbe helyezik, azok abszolút hitelesen védik és terjesztik a magyar bor jó hírét is.